A Dáner légitársaság mellett a magyar érdekeltségű Wizz járatai is elérhetőek mostantól a Brassó-Vidombáki repülőtérről, sőt ősztől Budapest is szerepel a desztinációk között, bár ez utóbbiról még nem közölt hivatalos részleteket a légikikötő. Az elmúlt bő másfél hónap utasszámai alapján viszont már most sikeresnek könyvelhető el a repülőtér működése, állítják az illetékesek. Rekordforgalom volt a hétfői napon a Vidombáki repülőtéren. 1300 utas utazott aznap, ami kifejezetten nagy szám ahhoz képest, hogy június közepe óta működik, és hogy egyelőre csak reggel 7 és este 7 között tudnak indítani és fogadni járatokat. Adrián Veste, a fejlesztési miniszter is elégedettségének adott hangot múlt heti látogatásakor. A miniszter a korlátozást az ukrán légtér lezárásával magyarázta, és a forgalomirányítók ebből fakadó túlterheltségével. A múlt héttől a Wizz Air légitársaság is működtet járatokat London és Brassó között, de ősztől az ígéretek szerint Budapest is a célállomások között lesz. Tárgyalások már folytak. A Wizz Air is jelezte, hogy talán nyitana a Budapest fele járatot. Az Aero Express is jelezte, és a konklúzió az volt, hogy ők ketten egymás között meg fogják beszélni, hogy ki milyen formában indítson Budapest fele járatot, és olyan szeptember közepére várható az, hogy elindulnak ezek a járatok. Bár nehézségek továbbra is akadnak a Vidombáki repülőtér működésében, a Kovászna megyei alelnök is úgy látja, már most látni, hogy megérte, amikor 6 millió euróval járultak hozzá a repülőtér építéséhez. Hiszen csak az első hónapban 10 000-en fordultak meg itt, és ha marad, sőt nő az utasszám, az év végéig a 100 000-et is elérhetik. Ezzel első között lenne a Vidombáki légikikötő a romániai repülőterek forgalma szerint.